Hétrészes joga sorozatunknak ma a harmadik részénél tartunk. Az előző nap egy nyújtó jellegű gyakorlatot végeztünk, ma ismét egy erősítő jellegű jön. Térdelő támaszban elhelyezkedünk. Az a fontos, hogy minél inkább széttárt ujjakkal támaszkodjunk, ezzel majd megkíméljük egy kicsit a csuklót. Csukló teljesen a váll alatt van, függőlegesen helyezkednek el a karok. Combok szintén függőlegesek. Vállakat hátra húzzuk, köldökbe húzva. Derék nem esik be, nem is pupos, szépen behúzott köldökkel tartjuk magunkat, fejtetővel nyújtózunk el, homlok végig párhuzamos a matraccal. És ebben a helyzetben felemeljük az egyik lábat hátra, nagyjából vízszintesig visszafeszít a lábfej, és kinyújtjuk az ellentétes oldali kart is. És megtartjuk ezt a testhelyzetet, miközben nyújtózunk el a karunkkal és a sarkunkkal lefelé. Homlokunk végig párhuzamos a matraccal, hogy a nyaki szakaszt is megkíméljük. Ezt a testhelyzetet megtartjuk 3 jó mély ki- és belégzésig. Ha végeztünk, letesszük a kezet, majd a lábat, és oldalt váltunk. És ellentétes oldalra ugyanezt elvégezzük, ugyanúgy 3 légzésig. Ugyanazokra a dolgokra figyelünk, homlok párhuzamos a matraccal, köldök behúzva, farizomra ráfeszíthetünk, hogy könnyebb legyen megtartani a lábunkat. Ez a gyakorlat kiválóan megerősíti a mély has és hátizmokat. Ezek a legfontosabb izmaink, amiket a járáskor, üléskor, álláskor használunk, tehát elengedhetetlen, hogy erősek legyenek.